Soron következik második napirendi pontunk, Trianon emléke büntetőjogi védelmének megteremtéséről szóló Apáti István Mi Hazánk képviselőre által HPR 4231 számon begyújtott határozati javaslat tárgysorozatba vételéről való döntés ismert, ismételten tisztelettel köszöntöm képviselő urat, mint előterjesztőt, és megadom a szót, hogy előterjesztés. Szóval, köszönöm szépen a szót, elnök úr. Ebben a határozati javaslat tervezetben egy régi hiányosság pótlására teszek kísérletet a Mi Hazánk mozgalom képviselőjeként, országgyűlési képviselőjeként, hiszen talán így lenne teljes a kép. Úgy lenne teljes a kép, hogyha a magyarság legnagyobb, eddigi legnagyobb sorstragédiájához kapcsolódóan adnánk egy plusz büntetőjogi védelmet. Ha már egyszer a korábbi ciklusok országgyűlései a kommunista és a nemzeti szocialista bűnök tagadásához, relativizálásához, ha ezt a nyilvánosság előtt követték el persze, tudott rendelni egy meglehetősen komoly büntetőjogi szankciórendszert és kapcsolódó szabályanyagot, akkor a világon semmi akadálya nem lenne szabad, hogy legyen annak, hogy a legnagyobb sorstragédiánkhoz, amely egyébként a mai napig érzékelteti hatását, gazdasági, társadalmi szempontból, a magyarság általános állapota szempontjából, tehát ez nem egy pár évig tartó, gyorsan lefutó, aztán megszűnő, gyors lefolyású történet volt, hanem hiába telt már egy 103 esztendő tragédia óta. Ennek, ha elkezdjük a területi veszteségektől kezdve a gazdasági pénzügyi veszteségeken át, az iparunkat, a mezőgazdaságunkat ért helyrehozhatatlan, végleges és helyrehozhatatlan, visszafordíthatatlan károkozásáig, akkor mi nem beszéltünk arról, ami igazából a legsúlyosabb, hogy az emberek szívében, lelkében milyen jogi kifejezésében nem vagyoni, ha lehet, hogy nem vagyoni kárt okozott, mert nem csak minden a pénz körül forog, nem csak gazdasági pénzügyi károkról beszélünk, hanem sok más egyéb sorsapásról, amihez kapcsolódik. És azon is nehéz túltenni magunkat, hogy ezért tőlünk a legjobb tudomásunk szerint soha senki nem kért bocsánatot. Sem jelenlegi országhatárainkon belül, sem jelenlegi országhatárainkon túl. A magyarságnak, a magyar politikai vezetésnek már többször kellett olyan bűnökért is vezekelnie, amelyet adott esetben már csak a születési dátuma, vagy a születési éve alapján megállapítható módon nem ő követett el, közvetlen, de még közvetett felelősség sem terheli. Nekünk vezekelni kellett, megfizetni nagyon sok mindenért, amit nem a magyarság követett el, mert úgy történt, mint hogy a történelmi könyvekben hazudják a felnövekvő generációknak is. És eleve már az egy hazugság, hogy miért van szükség erre a javaslatra, miért lenne szükség ennek a javaslatnak a támogatására. Már rögtön az első szó, amivel szokták kezdeni a Trianon témakört, az is egy hazugság, amikor azt mondják, hogy békeszerződés kötetett, akkor az a legordosabb hazugságok nyitányát jelenti, hiszen a szerződés ugye két vagy több fél egymással egybehangzó akaratnyilatkozata ki nyilatkoztatása annak, hogy valamilyen jogviszonyt szeretnének létesíteni egymás között. Hát itt szó sem volt két vagy több fél egymással egybehangzó akaratnyilatkozatáról. Itt arról volt szó, hogy egy békediktátumot és nem békeszerződést ráerőltettek a magyarságra. Nem akarom most önöket hosszan azzal traktálni, hogy hiszen valószínűleg, aki egy picit jártas a magyar történelemben, legyen az akár jobb, akár baloldali képviselő, pontosan tudja, hogy milyen veszteségeket okozott mindez. Ha szerencsésebb helyzetben lévő államokkal szemben követik ezt el, valószínűleg már rég reparálták volna a sérelmeket, akár területi követelésekkel, akár más módon. Most mi ott tartunk, és egy talán a leginkább fájó következményét hallani, nem csak a népességfogyás, nem csak azt, hogy még talán a mi életünkben 20-30 éven belül sok helyen megszűnhet a magyarság. Akár az asszimiláció, akár az elvándorlás révén valamennyien szakított területen. Felvidéken, délvidéken, Székelyföldön megfeleződött 30 év alatt a sokszor több magyarság létszáma is. És hát hadd térek egy pár gondolat erejéig Kárpátalja helyzetére. Hiszen az azért mégiscsak legenyhébb kifejezésem arra, hogy vérlázító, vagy vérforralon gyalázatosan igazságtalan,
amit persze nemzetközi irányból is támogatnak, akár csak cinkos hallgatással, vagy elképesztő érzéketlenséggel, hogy miközben azért a magyar társadalom és a magyar állam, független attól, hogy mit kommunikál, sokszor épp azt ellenkezőt cselekedve, milyen elképesztő segítséget nyújt a háborús útakta Ukrajnának. Hány ukrán állampolgár, származástól függetlenül befogadunk, segítünk nekik. Újabb és újabb követelései vannak az ukrán államnak, számolatlanul az eurómilliárdokat és dollármilliárdokat felemészve. És ehhez képest ugye azt kell olvasnunk, azt kell látnunk, hogy az anyanyelvi oktatás jogát is elveszik, a magyar nyelvhasználat jogát is elveszik. Hát ez egy nagyon ismerős mentalitás, amikor az egyik fél mindent elvár a másiktól, erőn felül, mindenféle értelemben erőn felül, egyébként pedig az egyén és kollektív szabadság jogait lábbal tiporja. Akár a jobb, akár a baloldali jogvédők ilyenkor valahogy csendben maradnak, és talán a magyar diplomácia is ilyen diszkont üzemmódra kapcsol, mert kinyilatkoztatások, meg szép szavak meglehetősen kevésnek bizonyulnak. Egyszerűen nem kell addig valóban segítséget adni egy olyan országnak, amely a legszélsőségesebb politikát, majdnem apartheid politikát folytatja, jelenlegesebben a kárpátaljai magyarsággal szemben. Ez sem történt volna meg, ha nem kerül sor a trianoni békeszerző, békediktátumra. A hosszú távra következményekről beszélek. Nem beszélve arról, hogy a délvidéki magyarság mit élt át, amikor ott volt éppen háború. Mert mondjuk nemzetközi erők segítettek azt is mondjuk kirobbantani. Hát úgy néz ki, hogy mindig a történelem rosszabbik végén vagyunk, tényleg képviselőtársam csoda, hogy még ennyi idő a magyarul beszélünk itt a Kárpát-medencében, vagy a történelmi Magyarország területén. Egy nagyon pici, apró igazságtétel, talán a felszín kapargatását, ha csak egy kicsivel több, ezt nekem is be kell valami őszintén, hogy legalább ezt a javaslatot átengedik, társadalmazatba veszik, hogy messze nem arról van szó, hogy akkor ez már egy elfogadott javaslat, arról lenne szó, hogy a selejtező körön önök segítenek, és egyébként színektől függetlenül mindenkit erre kérek egyébként az ülésteremben. Annak érdekében átengedni, hogy egy kicsivel közelebb jussunk az igazsághoz, vagy az igazságtételhez, hiszen tudjuk azt, hogy ha csak nem sarkaiból fordul ki a világ, akkor a mi életünkben egy pontosan ennek a békediktátumnak az eredményeként erős középhatalmi státuszból a csekély érdekérvényesítő képességű kategóriába visszasorolt, visszaesett, végletekig meggyengült magyar állam nem fog kapni soha semmilyen néven nevezhető kártérítést, erkölcsit sem. Értésnélség nem csak mindig a pénzről, vagy a gazdasági részéről beszélek. Egy egyszerű bocsánatkérést sem. És akkor azt is elvárja egyébként az úgynevezett civilizált nyugat, hogy mondjuk annak a gyarmatosításnak a késői következményét, amelyet ők ugye bevándorlás, meg migráció, meg magukra erőltetett migráció kapcsán, meg a legújabb kori népvándorlás következményei kapcsán ők viselnek, azt szeretnék szétszórni. Mondjuk azokra a közép-kelet-európai országokra, így a trianoni békediktátumon megcsonkított Magyarországra is, amely egy nem volt soha gyarmattartó. Következésképp nem látta a gyarmatokból azokat az előnyöket, amelyeket a nyugat-európai extra jólét kiváltókai, egyik fő kiváltókának is tekintetünk. Messze nem jön ilyen jó Nyugat-Európa, ha fasiszta vagy náci módon, ha már így tetszik, nem szipolyozták volna ki a különböző gyarmatterületeiket. Mi, nekünk ilyen bűneink sincsenek, mint hogy más olyan súlyú bűnünk sem volt, amely csak közelítő pontossággal egy ilyen történelmi katasztrófa a békediktátumon vezetett volna, és mégis mi fizessünk kártérítéseket, mi vezekeljünk, mi kérjünk bocsánatot, lassan az ajtón is kifelé menet kellene kopogtatnunk. És vagyok őszintén 13 év alatt, persze mi ezzel nem értünk együtt, tehát ez nem a mi hazánk álláspont, csak mondjuk próbálom érzékeltetni a történeti tényállást, amely nagyobb részt a mai napig fennáll. Most az, hogy a magyar külügy mondjuk a 2010 előtti időkhöz képest azért egy-egy jobb egyenest elenged, azért attól még nem érzékenyülünk el, meg nem megy a lábunkból az erő, mert mondjuk ettől azért figyelembe véve azért Magyarország reális esélyeit, és mondjuk reális érdekérvényesítő képességét, azért kicsit acélosabb lépéseket várnánk. Aztán nem tudhatjuk, hogy a történelem akár csak a közeljövőben hogy alakul, és hogy lesznek újabb felbukkanó súlyos következményei. Bár most is elég tragikusak ennek a békediktátumnak, és mégis vannak olyanok, mindenek ellenére, akik ezt relativizálják, akik gúnyolódnak rajta, akik egyenesen igazságosnak tartják.
Most ezt elintézhetném azzal, hogy magyar ember és magyar nyelven beszélő, vagy magyar nyelven is beszélő ember, vagy magyar politikus, magyar nyelven is beszélő politikus, magyar parlamenti képviselő és magyarul is beszélő parlamenti képviselő között azért sokszor óriási különbség van, és nem feltétlenül lehet sajnos anyelvűséget tenni a kettő közé. De ebben talán még azok is egyet kellene, hogy értsenek, akik egyébként lehet, hogy nem is annyira lelkük mélyén teljesen más gondolnak erről a történetről, hogyha az előbb említett bűnök büntetőjogi védelme, bűnök tagadása, relativizálása a büntetőjogi kategóriába tartozik, akkor ennek az analógiájára semmi akadály nem lenne, hogy először ezt a határozatjavaslat tervezetet átengedik itt az előselejtezős körül, aztán pedig egy végleges jogalkotás megindul ezzel kapcsolatban, és beemeljük a magyar büntető törvénykönyvbe. Ahhoz képest, amikor a súly az a kérdés, úgy hiszem, hogy a súlyos a kérdés, de csekély súly a kérés önökhöz, amit én úgy gondolom, hogy ildomos lenne teljesíteni. Köszönöm szépen. Köszönjük. Szavazás következik. Kérdezem, a bizottság tagjai támogatják-e a fenti javaslat tárgysorozatba vételét. Kérem gombnyomással, most szavazzanak. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 0 igen, 8 nem szavazat ellenében és 2 tartózkodás mellett az indítványt nem vette tárgysorozatba. Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom, és köszönöm képviselőt. Köszönöm a lehetőséget, viszontlátásra, további jó munkát. Terét.